A csekk használat nagyon elavultnak tűnik, de hát az Egyesült Államokban továbbra is ragaszkodnak hozzá. Például nekem most házhoz jött az autószerelő, és csak 100 dollároson van itthon, de ő 50 dollárt kért a munkáért, úgyhogy választhatnám a digitális bankolást, de hát itt van nekem a csekkfüzet is. Filmekben már sokszor láttátok, hogy egy hanyag mozdulattal ezt a csekket lehet kitölteni. Letakartam az adataimat, de a nevem és a címem van itt, dátum kell rá, a teljes összeg betűvel is kiírva, illetve az aláírásom. A szerelő pedig besétál vele a bankba és beváltja, vagy a telefonjával elintézi, hogy a számlájára kerüljön az összeg. Letöltött banki applikáció segítségével egyetlen kattintással is lehet intézni. Sokan azt jósolták, hogy 2026-ra talán megszűnik, de hát ezt elég nehéz elképzelni egy olyan országban, ahol a cégek nagy része még alkalmazza, illetve a nagyszülők egy része még a zsebpénzt is csekken adja az unokáknak.